divatrendek, azt lehet mondani, most már évek óta ketté szakadtak. Az egyik a fast fashion divat. Ezek azok a termékek, amik általában a távol-keleten gyártódnak, többnyire a tinédzser korosztálynak készülnek, illetve a fiatal felnőtteknek. Ezeknek az a lényege, hogy roppant gyorsan változtatják őket. Egyrészt az üzlethálózatokba folyamatosan cserélik az árukészletet, hogy mindig úgy érezze a vásárló, hogy neki most meg kell vennie, mert 5 perc múlva nem lesz ott ez a termék, viszont ezért cserébe egy viszonylag gyenge minőséget kap. Általában ezt az irányzatot már a középkorosztály nem követi, hiszen az embernek van egy kialakult személyisége, már tisztában van azzal, hogy mi az, ami neki jól áll, amiben csinos, mik azok a színek, amik illenek az egyéniségéhez, illetve egyre igényesebbé válik az ember a korával, és ezért a 40 fölötti korosztály elkezd hozzányúlni két típusú termékhez, az egyik a minőségi termékek, a másik pedig a kézműves termékek, amihez hozzányúlunk. Az idén a minőségi termékek tekintetében is sok minden változott. A színek általában ennél a típusú divatnál nem olyan gyorsan változnak, mint a fast fashion divatnál, ezért például az idén megmaradt ugyanúgy a zöld alapszínnek, mint a tavaly előtti időszakokban, illetve a barna különböző árnyalatai, hiszen ezek az ősszínei, a földszínek, amiket szívesen viselnek ebben az időszakban a hölgyek. Már a tavalyi évben elkezdődött a bőszárú nadrágok divatja. A bőszárú nadrágok általában azoknak állnak jól, akik magasak, még ha teltebbek is, de magas hölgyeknek állnak jól, hiszen az alacsonyabb hölgyeket egy kicsit úgy mutatja meg, mintha még alacsonyabbak lennének, ezért inkább magasabbakra mutatjuk be. A színei általában most az ősszel, hát természetesen a fekete, Nati be is mutatja a komplett garnitúrát. És a bőszárú nadrágokhoz sose viselünk karcsúsított blúzokat, vagy csak enyhén karcsúsítottat, inkább lógósabb pulóverek, kiskabátok, mellények, amik ezekhez a termékekhez illenek. Ezeket, hogy minél kényelmesebbek legyenek, gumis derékkal gyártják a gyártók, és többnyire nagyon puha anyagból, hogy legyen esése, mert a bőszárú nadrág nem szép, hogyha merev, kell, hogy legyen valamilyen esése. Itt például egy kordbásont látunk, vagy nagyon-nagyon jó a düftin anyag is erre a téli időszakra. Farmer mindig divat. Mindenféle árnyalata, mindenféle összeállítása, tehát lehet egy sötét nadrághoz világosat venni, de lehet komplett kosztümökben is gondolkozni. Ehhez tartozik a klasszikus farmering. Bárkinek, bármikor, fiatalnak, idősebbnek a klasszikus farmering az mindig jól jön. Ezt lehet kombinálni a sötét nadrágokkal, világos nadrágokkal. A Nati most bemutat nekünk egy kis farmer kosztümöt, amelynek, ha látjuk, ez egy Chanel fazonú kosztüm, csak megbolondították két zsebbel, hogy mégiscsak farmeros legyen, ne pedig elegáns. A farmer kabátot fel tudjuk venni akármilyen textilnadrághoz, akármilyen struktúrájú textilnadrághoz, de jól viselhető a farmer nadrághoz is. Sötét májba kosztümünk, látni lehet, hogy cipzárral egy picit fiatalosabbá van téve, a varrások a vállán gyönyörűek, maga az anyag is egy enyhe fényességet sugároz, fel lehet venni szinte mindenhova illik, szinte minden típusú bőrhöz illik ez a sötét májba szín. Én azt gondolom, hogy maguk az emberek most már az idősebb korosztály, főleg a 40 fölötti tisztában van azzal, hogy mit is viseljen, mi is az, ami jól áll neki. Bátran válasszanak olyan terméket, amiben jól érzik magukat, hiszen az öltözködés az úgy néz ki, hogy először kell a testünknek, de legjobban a lelkünknek.